Sziasztok! Megjelent a Shotcutnak a 20.4.12-es verziója, amiben bekerült néhány plusz kis funkció és javítás is. Hogyha esetleg valami nektek nem stimmelt, akkor javaslom, töltsétek le mindig a legfrissebbet. Én a visszafelé lejátszható funkcióval akartam kicsit játszani és megmutatni nektek, és pont ezért gondoltam, hogy letöltöm a legfrissebb verziót. Na nézzük! Amikor letöltitek újonnan a már mondjuk meglévő szoftver mellé, akkor felkínálja azt, hogy automatikusan eltávolítja a régi programfájlokat, úgyhogy ezzel nem kell nektek manuálisan szórakozni. Megnyitok egy már elmentett munkafájt, ebben egy kis Polybridge részlet látható, ami lejátszva így fest. Kicsit remegett. Ha ezt meg szeretném fordítani, hogy visszafelé játssza le, akkor erre van lehetőségem a tulajdonságoknál, kijelölöm a klippet, és a tulajdonságokat, ha megnyitom, akkor itt megjelenik a reverse fül. Ha erre rákattintunk, akkor felkínál egy opciópanelt, hogy milyen legyen minősége, meg a mérete ezzel együtt, és ha rányomunk, hogy oké, okay, akkor kér egy nevet, ahol elteheti. Jó, ezt ide lementem, és akkor most elkezd dolgozni. Elkészült a feladat. Most, hogy elkészült ez a visszajátszás, automatikusan kicserélte nekem a idővonalon lévő klipet a visszafelé lejátszottra. A kvalitén lehetne egy kicsit javítani, hogyha a magasabb szintűt választom, akkor lehet, hogy nem pattog ennyire a hang. De hogyha zavar minket a hang, akkor egyszerűen azt csináljuk, hogy kivesszük belőle, és teszünk alá valami kis zenét magunknak. Ez volt az eredeti. Kicsit remegett. És ez lett belőle. Én már hang nélkül. Ennyit szerettem volna megmutatni a visszafelé készített klippekről, visszafelé játszott klippekről. Tehát még egyszer a tulajdonságoknál rámegyünk, hogy reverse, kiválasztjuk, hogy milyen minőségben, és megvárjuk, amíg legenerálja nekünk. Automatikusan ki fogja cserélni azt a klippet, aminél kiválasztottuk ezt a funkciót, de ezt visszatehetjük az eredeti fájlból, ha akarjuk. Köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, esetleg iratkozzatok fel, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!